A Hajdú-Bihar megyei 5-ös számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága március 3-án este kisorsolta a 38 regisztrált képviselőjelölt szavazólapra kerülésének sorrendjét. Az eseményen a nyilvánosság érdekében televíziónk is jelen volt. Harmincnyolcan regisztráltak a rendelkezés álló időben a Hajdú-Szoboszlói Központú Országgyűlési Választókerületben. Közülük jó néhányan már februárban hivatalosan képviselőjelöltnek minősültek, mert legalább 500 érvényes ajánlást összegyűjtöttek a számukra kiadott ajánlóíveken. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a körzet választási bizottsága a nyilvánosság előtt sorsolta ki, hogyan követik egymást a képviselőjelöltek nevei a szavazó lapon, április 6-án. A mai napon a választási bizottságnak az a feladata, a választójogi választási eljárásról szóló törvény 160. paragrafus alapján, hogy a mai napon, tehát március 3-án 16 óra és 24 óra között el kell végezzük a sorsolást. 38 név került tehát az érdeklődők és a média jelenlétében a borítékokba, majd a sorsolás szolgáló dobozba. Innen egyenként kihúzva számozták meg a borítékokat, majd a bizottság elnöke felbontotta azokat, végül a sorrend szerint felolvasta a neveket. A választási bizottság már nagyon sok jelöltet nyilvántartásba vett, a nyilvántartásba vételről ugye jelölteket tájékoztatjuk, de mivel ma 16 óráig lehetett leadni még az íveket, ezért nyilvánvalóan az idő rövidsége miatt ugye mindent feldolgozni nem lehetett. Éppen ezért, mivel a jogszabály úgy szól, hogy segítsek magamnak is egy kicsit, hogy a 16 óráig bejelentett jelöltet figyelembe kell venni, ugye kivéve azokat, akiknek a nyilvántartás vétele jogerősen elutasításra került, ilyen jelölt még nincsen. Tehát ezzel kapcsolatosan még jogorvoslati lehetősége van a jelöltnek. Amennyiben valaki nem szerzett elegendő ajánlást, akkor mégsem indulhat a választásokon. Ez azt jelenti, hogy a neve nem fog szerepelni a szavazólapon, így a sorrendben utána következők előrébb kerülnek. Március 2. hetében várható a végleges válasz arra, hogy összességében kik a nyilvántartásba vett jelöltek a 38 jelentkező közül. Nagyon rövidek a jogorvoslati lehetőségek, ugye a jelöltek, amikor megkapják a határozatot a bizottságtól, akkor fordulhatnak a bírósághoz, nagyon rövid határidők vannak. Körülbelül én úgy gondolom, hogy ha lesz, ne adj Isten, jogorvoslati fórum a jövő héten, már pontosan tudunk olyan listát adni, hogy kik lesznek azok, akik tényleges jelöltként indulni fognak a választáson. Tehát nagyon rövidek a határidők, és körülbelül a jövő hét elére már meg fogjuk tudni mondani, hogy kik azok, akik ténylegesen jelöltként nyilvántartásba vételre kerültek. A hétfői sorsoláson készített riportunk feldolgozása után rápillantottunk a Nemzetválasztási Iroda oldalára. Nos, mint önök is láthatják, a választási bizottság ebben a választókerületben nem kevesebb, mint 22 jelöltet vett eddig nyilvántartásba, és 16 személy nyilvántartásba vételét pedig elutasította. A döntés még nem jogerős.